Szekszárdon hétfőn délelőtt Zsikó Gál Klaudia, a város jegyzője számolt be az ajánlások jelenlegi helyzetéről. Elmondható, hogy Szekszárd megyei jogú városban a Fidesz-KDNP pártszövetség, mint jelölő szervezet mind a 10 egyéni választókerületben elvitte az ajánló éveket, illetve a polgármester jelölt tekintetében is. Ezt követően a Mi Hazánk mozgalom részéről érkeztek meg az ajánlóív igénylések, és vitték el mind a 10 egyéni választókerületben és a polgármester jelölt tekintetében. Majd az ilyen Szekszárd Egyesület részéről mind a 10 egyéni választókerületben és a polgármester jelölt tekintetében vitték el az ajánlóíveket. A Demokratikus Koalíció részéről is érkezett ajánlóív igénylés 7 választókerületben, egyelőre további 3 esetben nem, és polgármester jelölt tekintetében sem vitték el az ajánlóíveket. Szekszárdon továbbá indul egy független polgármester jelölt is, illetve a 4-es számú választókerületben egy magánszemély. A Fidesz-KDNP már szombaton összegyűjtötte az ajánlásokat, erről Berdinger Attila polgármester jelölt számolt be. Nagy örömmel szeretném tájékoztatni a szekszárdiakat, hogy a sokszorosát összegyűjtöttük a szükséges aláírásoknak. Mind a 10 képviselő jelöltünk kiváló támogatásban részesült. Én azt gondolom, hogy a következő hetekben is folytatni fogjuk ezt az aláírásgyűjtést, hiszen szemmel láthatóan a szekszárdiak nagyon-nagyon vágynak egy olyan változásra, amelyben végre az összefogás érvényesülhet. Ezen fogunk dolgozni a következő hetekben is. Köszönjük előre is azt a sok-sok biztató szót, azt a sok baráti ölelést, kedves mosolyt, és természetesen azt a sok-sok támogatói aláírást, amely azt gondolom, hogy bizalommal tölthet el bennünket, hogy jó úton haladunk. Az ilyen Szekszárd Egyesület hétfőn adta le az ajánlóíveket. Az ő polgármester jelöltjük Bomba Gábor. De a 10 választókerületben elmondható, hogy a 22 főtől a 29 főig szükséges az érvényes ajánlások száma, a polgármester jelöltek esetében pedig 300 érvényes ajánlásra van szükség ahhoz, hogy a helyi választási bizottság nyilvántartásba vegye jelöltként a jelöltet. Tolnán a Fidesz-KDNP Berta Zoltánt indítja polgármester jelöltként, továbbá a 8 egyéni választókerületben képviselőjelölteket is indítanak. A Mi Hazánk mozgalom szintén 8 képviselőjelöltet kíván indítani. A Tolna Városért Egyesület egy polgármestert, Balogh Zoltánt és 8 képviselőjelöltet állítana. A városnak továbbá lenne egy független képviselőjelöltje is. Hétfőn délelőtt 9 óra 30 percig a Fidesz-KDNP adta le az ajánlóíveket. Bonyhádon 2 polgármester jelölt vitte el az ajánlóíveket. Filóni Ferenc Ibolya, a Fidesz-KDNP jelöltje a szükséges ajánlás számokat összegyűjtötte még a szombati nap folyamán. Száraz Zoltán, az őszintén egyesület jelöltje hétfő 10 óráig az ajánlóíveket még nem hozta vissza. A képviselőjelölti ajánlóíveket szintén a Fidesz-KDNP és az őszintén egyesület kérte le. Utóbbi az információink lekérésekor még nem vitte vissza ezeket, a Fidesz-KDNP valamennyi körzetben a szükséges ajánlásszámokat szombaton összegyűjtötte. Dombóváron 2 jelölő szervezet vitte el az ajánlásgyűjtő éveket, az egyik a Fidesz-KDNP, a másik a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület. Hétfő dél előttig Dombóváron még csak a Fidesz-KDNP hozta vissza az ajánlásokat, ezek feldolgozását a helyi választási iroda megkezdte. Dombóváron a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Pintér Szilárd, a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesületé Szabó Lóránd. Az ajánlásokat május 6-áig lehet leadni.